Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk egy igazán fontos bejelentőhöz, hiszen a LEGO ebben a pillanatban leplezte le a vadonatúj termékcsaládját. Igen, itt egy teljesen új termékcsaládról van szó, mégpedig a Dreams témakörről, ami nem csak szettekről fog szólni, nagyon figyeljetek oda, kapni fogunk egy teljesen új sorozatot is, mégpedig május 15-től kezdve egy vadonatúj sorozat fog elindulni ebben a termékcsaládban, vagy ebben a kategóriában is, amit egyébként tök ingyen meg tudtok nézni a LEGO YouTube csatornáján, hetente ki fognak adni egy teljes részt, és meg tudjátok nézni természetesen ingyenesen a YouTube csatornájukon is. Nagy valószínűséggel mellettem már láthatjátok is azt a trélert, amiről szólni is fog ez, legalábbis megpróbálom addigra beszerezni a trélerét, és abból kiderül, hogy miről is van szó. Ahogy én eddig utána néztem, nagy valószínűséggel hát ugye el fognak kalandozni álomföldjére a LEGO gyerekek, és ott próbálják megváltani a világot. Igazából egy ilyen Ninjago-szerű mesét fogunk kapni, csak teljesen más témakörben. Ugye ez a LEGO-nak egy teljesen új témaköre, amire ismét nagyon figyeljetek oda. Hál' Isten, semmilyen AR funkciót nem kötöttek hozzá, tehát nem úgy, mint a Hidden Side-nál, nem úgy, mint a videós témakörnél, végre nem kell a telefonunkkal hülyéskedni, hanem lesz egy sorozat, meg hozzá kiadott LEGO készletek, ugyanúgy, mint a Ninjagos témakörben is, amit majd hát a jövő fog megmondani, hogy vajon ez bejött-e az embereknek, vagy sem. De hogyha már azokról a szettekről van szó, akkor szerintem nézzük is meg, hiszen összesen 10 darab készletet is fogunk kapni. Nagyon fontos, ez nem májusban fog megjelenni, hanem majd augusztusban fognak érkezni ezek a vadonatúj készletek, és hát összesen 10 darab lesz, az egészen kicsitől az igazán nagy készletig, úgyhogy lesz választék. Tudtok majd választani, hogy milyen készleteket is szeretnétek beszerezni, de most már nézzük is meg, hogy milyen szettekről van szó, nézzük a legkisebbet, ami nem más, mint ez a 7 pluszos 71453-as Easy and Bunchu The Bunny nevezetű szett, ez az 59 darabos, és már azt is meg tudom nektek mondani, hogy 8500 forintba fog kerülni ez a készlet, és fönt a sarokban már láthatjátok is azt, hogy hozzátartozó kis sorozat fog érkezni, amit majd össze tudtok kapcsolni ezekkel a készletekkel, és már egyből az is föltűnhet, hogy vadonatúj alkatrészek tuti lesznek benne, hiszen például ezt a figurát ebben a formában én még nem láttam, úgyhogy ez tuti újdonság lesz, lesznek itt új minifigura kiegészíték is, nézzétek meg a kardot a kezében, és hát a nagy valószínűséggel ezek az alkatrészekben is, és hát ezekben a szedben is lesznek különleges alkatrészek, amiből, hát ahogy látjátok, egy nyulat lehet összeépíteni. Haladunk is a következő készletünkhöz, ami nem más, mint ugyanúgy 7 pluszos, 71454-es Matteo & Z-Blob a robot nevezetű készletünk, ugyanúgy 8500 forintba fog kerülni, de viszont sajnos én olyan képet kaptam meg, amire nincsen ráírva, hogy hány darabos, külön meg nem írták le, úgyhogy ennél a készletnél sajnos nem tudom nektek megmondani, hogy ez hány darabos szett lesz, de gondolom nagyon hasonló, mint az előző, amiből hát egy darab kis kiegészítőt lehet összeépíteni, egy ilyen pókot, aki elrabolta az álomba szenderült gyereket, és gondolom mögötte az a robot megpróbálja majd megmenteni, ez majd a szériából ki fog derülni, ugyanúgy fent a sarokban reklámozzák, hogy nézzétek bizony azt a sorozatot. Következő már egyel nagyobb, a 71455-ös Grand Keeper The Cage Monster nevezettük készlet, ami ugyanúgy nem csak egy főépítésből áll, tehát nem csak azt a szörnyet lehet összeépíteni, hanem hozzá már kettő darab kis kiegészítőt is fogunk kapni. Van egy ilyen kis repülő alkalmatosságunk is, van egy ilyen kis szörny. Hát látszódik, hogy itt is a rosszak megkapták ezt a lilás, rózsaszínes és fekete árnyalatot, hasonlóan, mint a Monkey Kid termékcsaládnál, míg ugye a jó sokkal világosabb színben vannak kidolgozva, és ez a készlet egyébként 15.490 forintba fog kerülni, haladunk tovább. Következő a 71456-os Mr. Castillo's Turtle One nevezetű készletet, tehát egy olyan kis buszt tudunk összeépíteni, amit át tudunk alakítani egy teknőssé is, és hát tele van pakolva minden színes szagos dologgal. Igazából így első ránézésre, amikor én megláttam ezeket a készleteket, az jutott eszembe, hogy oké, hogy ezeket kiadják, de minek? Így ránézésre úgy néz ki, mintha valakinek lett volna egy csomó LEGO alkatrész, amivel nem tudott mit kezdeni, és így összeépítette a dolgokat, mintha ti otthon magatoknak építetek dolgokat, azok nem kifejezetten egy bizonyos autót építetek össze, hanem amilyen alkatrészetek van, azokat használjátok, és akkor hát azokból szoktak hasonló kisülni. Nem tudom, engem annyira nem vonzott be, de nyilván nem is én vagyok a célközönség. A gyerekek majd meg fogják mondani, hogy nekik hogyan jön be ez az új témakör, és hát ahogy látható, kis répával halad előre az autónk, hiszen a technős azt teszi, itt is vannak egészen új kiegészítők, kíváncsi vagyok alkatrész szempontból is, hogy végül is milyen lesz. Aztán a következő készletünk már egy kicsit jobban felkelti a fantáziámat, ja, az előző készletre nem mondtam meg, hogy az 20 000 forintba fog kerülni. Szóval ez a készlet a 71457-es
Pegasus Flying Horse nevezetű készlet, amin az a Pegasus van, ami eszméletlen részletesen ki van dolgozva. Nem ezt a nagyon lányos, színes, szagos dolgot kaptuk meg, hanem egy ilyen férfios Pegasus ezzel a fekete színével, meg nézzétek meg a szemét, hogy mennyire jól néz már ki. Meg gyanakodó vagyok, hogy lehet, hogy világítani fog az unikornosunk szarva, bár ezt ebben a pillanatban még nem tudom nektek konfirmálni, de én gyanakszom arra az alkatrészre, és itt is vannak különböző kiegészítők, itt is van egy ilyen kis szárnyas dolog, amit össze lehet építeni belőle, meg ugyanúgy vannak henchmenek a háttérben, ahogy látom, elrabolták már a gyerekeket, és gondolom, ő lesz majd a fő ellenségünk ebben a szériában, ez lesz a rémálmok királya, gondolom. És abban is, vagyis az ő kezében is látható, hogy egy nagyon különleges kiegészítőt kapott. Hát tényleg új alkatrészekkel teljesen el leszünk halmozva. Haladunk tovább, következő készletünk a megint nem mondtam meg, hogy mennyibe fog kerülni. 21 000 forint ez a készlet. Következő készletünk ez a krokodil autó, a 71458-as set, ami... hát egy krokodil autó. Egy autó, ami át lehet alakítani, egy autót, amit át tudunk alakítani krokodillá. Itt is ülői vannak különleges, például ezek a vadonatúj, ezeket lehet minifiguráknak nevezni? Azokat a kis kék dögöket, vagy ezt a kis kék dögöt ott a tetején, nem is biztos vagyok benne, hogy ezt minifigurának lehetne. Így első remélésre úgy néz ki, mint egy ilyen kis teddy mackó, csak egy minifigura fej van rátéve, még hajalkatrész is van rajta, sőt az ellenségnél is van egy nagyon hasonló kis figura, ezt majd közelről nagyon meg szeretném nézni, úgyhogy erre én kíváncsi vagyok, és egyébként a nyelve a krokodilunknak tök úgy néz ki, mint hogy egy ilyen Lego szétszedő lenne. Színe is olyan, meg még alakra is tökre olyan kinézete van, de ja, hát ez egy piros autó, ami krokodillá is át tud változni, és egyébként ez 26.500 forintba fog kerülni, látjátok már szépen haladunk fölfele a skálán. A következő készletünk a 71459-es Stable of the Dream Creatures, hát igazából itt össze tudunk építeni egy istállót, amiben az állati kreatúrák lesznek benne, jelen esetben egy ilyen kis szarvaska, aminek hát fa agancsa van, és kis virágok vannak rajta, tele vagyunk minifigurával, és hát egy ilyen kis házikot tudunk belőle összeépíteni, aminek gondolom a hátulja is ki van dolgozva, viszont sajnos ebben a presskitben én nem kaptam képeket a doboz hátuljáról, úgyhogy nem tudom nektek megmondani, hogy hogyan fog kinézni hátulról, és ez a készlet majd 36.000 forintba kerül. Haladunk szépen tovább, a következő szettünk a 71460-as Mr. Oz Space busza. Hát egy buszt kapunk, amit űrhajóval lehet alakítani. A régi space rajongóknak még akár tetszhet is ez a készlet, mert egy kicsit furcsa benne ez a sárga rész, ami gondolom utalás egy átlagos amerikai sárga iskola buszra, de itt is minifigura felhozatalban nagyon jól mutat. Vannak ezek az új alkatrészek, és figyeljetek oda, vannak fekete space minifigura sisakok és fekete hátizsák a klasszikus space minifigurákra, úgyhogy ez ebből a szempontból is lehet egy egészen jó kis kiegészítő érdekessé. Matricák lesznek rajta, azt már szinte biztosra tudom nektek mondani, mert szerintem ez a... nem. Ahogy most jobban megnézem, szerintem még a pilóta fülkének is a teteje is matricával van ragasztva. Gyerekkészlet. Itt nem tudom annyira negatívumnak venni ezt, a gyerekek szeretnek ragaszgatni, és egyébként ez a készlet majd 42.000 forintba fog kerülni. Következő készletünk nem más, mint a 71461-es Fantastical Treehouse, tehát egy faházat tudunk összeépíteni, ez már a sokadik ilyen faház, amit össze lehet építeni. Volt egy frences verzió, nézzétek meg fönt a sarokban, bemutattam nektek, és aztán volt egy, még előtte volt egy Lego Ideas-os verzió, egy eredeti faházikó, ami ténylegesen egy szokványos faház, azt is összeépítettem már nektek, azt is megtaláljátok fönt a sarokban. Hát itt is egy hasonló dolgot kell összeépíteni, de is a fára különböző kis házigókat tudunk majd felépíteni, viszont itt hát eléggé látszik, hogy az álomvilágban vannak, hiszen nagyon színes szagos minden. Eleve a fának a virága és a levelei kék színűek, és különben ott vannak az a kis extra kis szörnyek és kreatúrák, meg van egy ilyen kis csattogófog is az alján ennek, és egyébként ez majd 42.000 forint lesz. És amire a legjobban várok, amit szinte tuti biztos, hogy be fogom nektek mutatni, hajó, kapunk egy hajó készletet, mégpedig egy cápa, ami átalakult hajóvá, vagy egy cápát ötvöztek hajóval, azt hiszem a trailerben ez benne is van, hogy összekombinálják a cápát a hajóval, és ebből ez jön ki. Itt van a 71469-es Nightmare Shark Ship nevezetű készlet, ami egyértelműen gondolom a főgonoszunknak majd a hajója lesz, hiszen erre ott van ez a rémálom király, és hát a hozzátartozó kis henchmenek is itt vannak, a nattalmas nagy hajtómű van hozzá, de egyébként tök érdekes, hogy tényleg megvan ez a
hajó felsőtest, de az alja az fura egy cápa, míg itt a bordái közé, gondolom megette a minifigurát, és a bordái közé beszorult egy minifigura, és ott van a cápának a farka is, amit meg van építve, és tök érdekes, hogy ezzel a hús színszerű alkatrészekkel van megoldva, hogy ténylegesen egy ilyen rémálom készletet kapunk. Ez a szett nekem nagyon tetszik, nyilván azért tetszik ennyire, mivel egy hajóról van szó, és amikor hajót kapunk, akkor én mindig egy kicsit izgatottá válok, úgyhogy ez a készlet is érkezni fog majd augusztus 1-ével, mégpedig 60 ezer forintért. Viszont itt még ez ennyiben nem merül ki, bemutatnám nektek, srácok, kaptam még extra képeket is az építésre, ami a doboznak az elejéről nem derül ki, viszont hogyha meg lenne a doboznak a hátulja, akkor már azt is tudnánk, hogy bizony ezek több összeépítési funkcióval is el vannak látva. Például ezen a nyuszis képen is látjátok, hogy ezt a nyuszit kétféleképpen lehet összeépíteni, úgyhogy itt élek a gyanúperrel, hogy ezek majd ilyen 2-1-ben készletek lesznek. Van egy A verziója, meg egy B verziója is, hogy össze lehet építeni ezt a nyulat is, és igazából ez egészen sok készletnél bemutatkozik. A legjobban feltűnő, amit mindjárt megpróbálom nektek megkeresni, aminél nagyon föltűnt a változás, a... hol van? Mindjárt odaérek, esküszöm. De tényleg most már. Például mondjuk azért nézzétek meg a gyerek kezébe, mekkora az a ló, azért nem kicsi lóról lesz szó. De amire én beszélek, ez a krokodil autó. Látjátok? Itt krokodil és autó. Viszont össze lehet építeni egy ilyen simán autó verzióban is. Úgyhogy ezek a készletek szinte tuti biztos, hogy ilyen kétféle verzióban összeépítető szettek lesznek. Még 100%-ig ezt nem tudom nektek megerősíteni, de én élek a gyanúperrel, hogy bizony ezek a készletek ilyenek lesznek. Úgyhogy, ja, augusztus 1-ére érkezni fognak ezek a készletek. Hogyha szeretitek az ilyen újdonsült LEGO kreálmányokat, akkor készítsétek a pénztárcátokat, hiszen augusztusban fognak ezek érkezni. Viszont teljesen ingyen mellé meg tudjátok majd nézni a sorozatot is, ami majd május 15-ével érkezik. Irány a komment szekció, mondjátok el a véleményeteket, hogy nektek hogyan is tetszik. Első ránézésre nekem elég ilyen, nem tudom, nem számomra készült, nem én vagyok a célközönség, viszont az a sárkány vagy cápás hajú az nagyon jól néz ki, úgyhogy azt szinte biztos, hogy be fogom majd nektek egyszer mutatni. Hajó, szeretem a hajókat. Ha tetszett ez a bemutató, lájkoljátok, ha még nem vagytok feliratkozva, akkor légy szíves, tegyétek meg, mi pedig találkozunk a következő epizódban. Szevasztok!